Az adatok többsége elszomorító, mondta Kurina Klaudia, az Ácsi Roma Egyesület elnöke. Elmondása szerint a feljegyzett 256 család mintegy 80%-ának van szüksége segítségre. Amit tudunk, mint persze, hogy megadunk, sokfelé fordulunk, telefonálgatunk, megpróbálkozunk minden erővel, de sajnos nem mindenhonnan kapunk pozitív eredményt. Amit tudunk, segítünk, nem sok. Nem sok, mert nincs elég támogatás. Boros József középiskolát végzett, és bár látszólag munkaképes, a 2008-as balesete óta orvosságokon él. Amióta ugyanis elütötte egy autó, nem végezhet fizikai munkát. Havi 8000 dináros szociális segélyből él édesanyjával. Dolgozgattak itt még amott valamit az udvarban, de nem nagyon merek, mert próbáltam, amikor szebb volt az idő, akkor ástam egy kicsit az udvarba. Hát, egy olyan 45 perc után, egy óra hosszú után kezd fájni a fejem. És egyszerűen abba hagytam a munkát, nem ástam többet az udvart, a kertet, mert féltem, hogy ne legyen valami bajom. Na, jöjjön! Boros Erzsébet fél órára is alig meri egyedül hagyni fiát. Amikor ha nem figyelek oda, akkor kétszer is megissza az orvoságot, mert elfelejti. Eljárok ilyen takarítani. Másnak itt az utcában kezelába vagyok. Van egy idős nénik, én most, akik állandóan járok, és itt ki van biztosítva mindennapi kenyerem. Az Ácsi Roma Egyesület vezetősége abban bízik, hogy a felmérésüknek köszönhetően sikerül majd segítséget nyújtani minden rászoruló családnak. A legtöbb helyen ugyanis szükség van élelemre, ruhára, egészségügyi ellátásra.